A 3 kilométeres prológ után másnap kezdődött az igazi verseny. A pilótáknak 2 szakaszt kellett teljesíteniük, az első 211 kilométer hosszú volt, a második pedig 80. Szalai Balázsék, mivel az előző nap a 10. helyen értek célba, így ők is választhattak, hogy hagyadikként szeretnének elrajtolni. A 7. helyet sikerült megcsípniük, végül viszont csak 8. autóként indultak el, mivel a rajtnál akadt egy kis gondjuk a tűzálló ruhával. Hú, jó nehéz volt. Tényleg nehéz volt. Igazándiból ez egy ilyen régi idők magyar tereprali versenyét idéző kanyar-kanyar hátán, irányváltás-irányváltás hátán, és mivel ez nem teljesen lakatlan vidék, így hát az volt a legrosszabb, hogy mindenféle nyomok voltak. Úgyhogy nagyon pontosan kellett menni ahhoz, hogy ne legyen benne nagy hiba. Talán 2 ilyen nyomról leesésünk volt, ami talán 1-2 percbe kerületett, és már nagyon vártam a végét. Aztán már majdnem vége volt, amikor lett egy kis technikai problémánk, úgyhogy egy ilyen 25 percet megpihentünk sajnos, úgyhogy ez sokba került. A 211 kilométeres mért szakasz után a szerelőknek mindössze 45 percig volt, hogy átnézzék és megszereljék az autókat. Szalai Balázsék elhagyták az egyik karosszéria elemét az autónak, amikor a 209-es versenyző beleesett egy árokba, az Opel Grandland X-el pedig emiatt tolatniuk kellett. Az igazság, hogy az elején nagyon jól indultunk, sikerült egyből megelőzni, nem egy 10-20 kilométeren belül az előttünk rajtoló egy ilyen kis bugit. Utána sajnos egy kicsit elkeveredtünk, akkor megint megelőzött. Utána visszahoztam, akkor megint elmentünk mellette. Utána volt még egy pont, ahol megint eltévedtünk egy picit, de ezek ilyen pici tévedések voltak, csak pont egy rossz úton, ahogy elmentünk például, voltak 2 közt egy gyárok, és csak láttam, hogy megy, és egyszerűen nem tudtunk sehol átmenni, mert olyan szakadék volt a 2 között. Úgyhogy ott legalább egy ilyen 5-6 kilométert próbálkoztunk ott így a susnyásba, hogy éppen merre menjünk. De utána még akkor is vissza tudtuk hozni, és a vége, voltak a nagy dűnék, ahol nagyon elkezdett melegedni az autó, egészen 120 fokig felment. Utána próbáltam direktbe bekapcsolni a ventilátort, ilyen 110-ig le tudtam hűteni, de az utolsó ilyen 80 kilométert a végénél már mindig egy-kettővel nagyobb sebességfokozatba mentem, hogy hát egy kicsit jobban hűl az autó, hogyha kevesebbet forog, ugye, és 10-zel a vége előtt pedig olyan meleg volt, meg kellett állni, és fél órát vártunk, amíg kiült. Szalaiék a túlmelegedett motor miatt még az autó új légkondiát is kikapcsolták, így a szakasz vége felé 50 Celsius fok felett volt már az autóban.